Megkezdték a bontási munkálatokat, épülhet a világszínvonalú kosárlabda centrum. Indul a diákmunka szezon, tavaly több mint 300 fiatal vett részt a programban. Ürge Gyulánét köszöntötte a város 104. születésnapján. Munka és utazás volt az élete. Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják. Ez a pont ma, június 17-én kedden. Tartsanak velünk! Megkezdték a bontási munkálatokat a jövőre elkészülő Nemzeti Sportközpont területén, a Vásártérrel szemben. A Rádgéber Kosárlabda Akadémia csarnoka közel 2 milliárd forintból épül, és ez az utóbbi 40 év legnagyobb sportberuházása a városban. Egy építkezés is kezdetét veszi, mégpedig a Rádgéber László által fémezett Nemzeti Kosárlabda Akadémia fog itt megépülni. A terveink szerint 3 hónapon belül ez a terület építésre kész állapotba fog kerülni, onnantól indul a konkrét építési munka. Ezekkel a szavakkal adta át a területet a munkagépeknek Páva Zsolt polgármester. Aztán a város első embere is az egyik munkagépbe ült, és ő maga kezdte meg a bontást. A kormány február végén döntött arról, hogy idén és jövőre összesen 1,9 milliárd forinttal támogatja a Rádgéber Kosárlabda Akadémia fejlesztését. Teljesen beleilleszkedik, hiszen ugye arról szól, hogy olyan létesítményeket kell építenünk, amelyek multifunkcionális létesítmények, mind sportág specifikusan, mind egy sportágon belül is. Ez azt jelenti, hogy a versenysportra is alkalmas létesítmény kell legyen, ugye akár a legmagasabb szintű magyar vagy nemzetközi események megrendezésére is, akár a szabadidősport, utánpótlás, tömegsport, minden létesítmény, ezt tudnia kell. A Rádgéber Akadémia 3 év alatt az ország egyik legnagyobb utánpótlás bázisává nőtte ki magát. Jelenleg 700 gyerek sportol a képzési rendszeren belül, a Magyar Kosárlabda Szövetség pedig hivatalos akadémiaként akkreditálta. Úgy álmodtam meg, hogy 3 pálya lesz. Három kosárlabda pálya lesz. Nyilván a nyaktaggal, öltözőkkel, fitnessteremmel, erősítőteremmel, konferenciateremmel, társalgókkal. Lesz hely, ahol a szülők lesznek klubjuk, ahol a gyerekek klubjuk. A 3 kosárlabda pályát magában foglaló edzőcsarnokot iskolaidőben az akadémia sportolói használják majd, a szünetekben pedig edzőtáborokat és nemzetközi tornákat tartanak a tervek szerint. A kollégiumban egyszerre akár 4 csapatot is el tudnak majd szállásolni. A Nemzeti Kosárlabda Akadémia 2015-ben nyithatja meg kapuit. Megkezdték a Lővei Klára gimnázium felújítási projektjének idei munkálatait. Az épület Szent István téri homlokzatát felállványozták. Tavaly a nyári szünetben a német tagozat épületét alakították át. Idén 337 millió forint lesz a beruházás összege, jövőre a harmadik ütemben pedig 142 millió forint. Most a kivitelezők a homlokzatot újítják fel. Kicserélik a nyílászárókat, a főépület első és második emeleti födémeit megerősítik. 4 új tantermet alakítanak ki, felújítják a dísztermet, részlegesen kicserélik a tetőcserepeket, új vizes blokkokat alakítanak ki, felújítják a fűtésrendszert, a tető és a zárófödém új hőszigetelést kap. Kialakítanak egy a modern kor követelményeinek megfelelő kémia-fizika labort. Népszerűek a járókelők körében a nemrég kialakított oázisok a belvárosban, írja a pécsújság.hu. A közelmúltban feszítettek ki mintegy 40 vitorlavásznat a Király utca elejére. A kezdeményezés Páva Zsolt polgármestertől ered, akihez kivitelezőként csatlakoztak Borza Endre és Straub Laura építésztervezők is. Amint egy 40 nagyméretű vászon mellett a későbbiekben az Irgalmasok utcájában is kifeszítenének néhányat. Borza Endre építész ötletgazda szerint ugyanis további belvárosi tereket kellene bekapcsolni a kezdeményezésbe. Tavaly több mint 300 fiatal vett részt Pécsett a nyári diákmunkaprogramban. A diákok részmunkaidőben maximum 1 hónapot dolgoztak az önkormányzatoknál, azok intézményeinél vagy gazdasági társaságainál. A program keretein belül karbantartó, takarító, iratrendező, adminisztrátor, gyermekfelügyelő és kérdezőbiztosi munkakörben tudtak elhelyezkedni a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos pécsi fiatalok.
A könnyű fizikai munkáért általában a bruttó 584-650 forint órabér jár, egy programozási, fejlesztői munkáért pedig akár bruttó 1400-1500 forintot is adhatnak óránként. A bérből 16% személyi jövedelemadót vannak le a kifizetők. A fiataloknak ugye tavaly évben több önkormányzati cégnél, illetve magánál az önkormányzatnál biztosítottunk lehetőséget állami támogatás segítségével a nyári diák munkafoglalkoztatásra. Ezt az idejében még várjuk ezt a lehetőséget, addig a jelentkezéseket gyűjtjük, illetve hát már májustól aktívak a diákok, és több százan jelezték is azon igényüket, hogy a nyár melyik időszakában milyen feladatokba kívánnak majd részt venni. Emellett új keletű programokat is indítottunk. A Szivárvány gyermekházban hagyományosan működik összevontan a nyári napközi, ahol most próbáltunk lehetőséget biztosítani az álláskereső pedagógusoknak, hogy a nyár folyamán visszakerülve kicsit a munkagyakorlatba a gyerekekkel fizetésért tudjanak közreműködni az önkormányzati feladatok ellátásában. 295 előadás, 3228 eladott bérlet, külföldi vendégjátékok. Sikeres évadot zárt a Bóbi Tabáb Színház. A teátrum 2011 óta felújított Zsolnai palotában kapott helyet egy 185 férőhelyes nagyteremmel, kamarateremmel, bábmúzeummal, bábkészítő kézműves teremmel, mesekuckóval és kakaóbárral. De a nyár sem marad előadások nélkül. Június 28-a és augusztus 16-a között szombatonként 17 órától ismét szabadtéri báb előadásokkal várja látogatóit a Bábszínház. Az ismert pécsi és magyarországi bábjátékosok, társulatok mellett egy határon túli magyar bábtársulatot is vendégül látnak a szabadtéri színpadon. Vendégünk a stúdióban Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát vége az évadnak, és hát ilyenkor vonunk egy kis mérleget, tegyük meg ezt most itt a stúdióban, és utána pedig beszélünk a jövő évadról, azokról a tervekről, amivel készül már a Bábszínház. Egy szép évadon vagyunk túl, közel 300 előadást játszottunk, ebből Pécset 199-et, 5 külföldi turnén vettünk részt, Mariborban díjat is nyertünk, emelkedett a bérletes számunk 1900-ról 3200-ra, 7 bemutatónk volt, csecsemőszínháztól felnőtt előadásig, mindenféle típusú és korosztályú előadás látható volt a repertoárunkon, és új tagok is jöttek a Bábszínházba, ami mindig egy öröm, hogy fiatal, tehetséges bábszínészekkel gazdagodtunk, Borbíró Judit, Kalocsányi Gábor és C. Dániel személyében. Azt látom, hogy egy jó hangulatú, jó munkabírású és tehetséges csapat dolgozik most a Bóbitában. Ugye a nézőszámmal szokták mérni a színháznak a sikereit általában, illetve azzal, hogy milyen támogatásokat is tud megszerezni. Beszéljünk egy picit arról, hogy hány látogatója volt a Bóbita Bábszínháznak, tudunk-e számot mondani? Körülbelül 30-35 ezer fizető nézőnk volt, ebben természetesen a táj előadások is benne vannak, tehát így a Zsolnai negyedben a Bábszínházunkban körülbelül 20 ezeren fordultak meg. Ebben benne vannak, akik a bábmúzeumot látogatták, a mesekuckót, vagy éppen a bábkészítő foglalkozásainkra jöttek. Ez egy nagyon jó eredmény, és a költségvetésünkben is, tehát azt kell mondanom, hogy körülbelül az összköltségvetésünk egy negyedét mi termeljük meg, tehát a bevétel, a jegybevételből jön össze, és hát maximálisan ki tudtuk használni a TAO lehetőséget, ami egy komoly segítség a működésünkhöz. Összeget kérhetek? Igen, tehát a várostól most 44 millió forintot kaptunk, 46 millió forint a minisztériumi támogatás, a bevételünk az 25 millió forint volt, 13,5 millió forint a TAO bevétel, és 2-3 millió forint pályázati pénz még bejött. Tervezik már a következő évadot, miket láthatnak az érdeklődők, mik azok a bemutatók, amik lesznek, illetve milyen darabokat visznek tovább a következő évadra?
Hát vagy 10 repertoáron lévő előadásunkat visszük tovább. Ebben van csecsemőszínház, kisebbeknek, nagyobbaknak szóló előadás. Az új előadásaink októberben lesz az első bemutatónk, Torzon Borza Rabló, egy nagyon humoros, kesztyűs előadás lesz élő zenével. Ezt követi a karácsonyi időszakban egy Hókirálynő igazi családi előadásnak szánjuk, és lesz még egy új csecsemőszínházi előadás, egy szöveg nélküli előadás, és folytatjuk most az Ember tragédiájának megvolt a bemutatója, de igazából jövőre kezdjük el játszani, egy ifjúsági felnőtt bérletet is beindítunk, és tavasszal ennek lesz a második előadása, az Ablak című produkció. Nyáron pihenési a főszerep, vagy azért lesz még egy-két előadás? Szakaszos, és igazából a klasszikus évad lezárás és szünet nincs is a mi életünkben, mert már kezdődnek a nyári táborok, amelyet kollégáink vezetnek, 6 turnusba fogadunk gyerekeket, a Sippal, Dobbal, Bábbal szabadtéri előadások minden szombaton, megyünk a Györkőc Fesztiválra, megyünk az Ördögkatlan Fesztiválra, megyünk a Balatonra játszani, és már ott is vagyunk az augusztus 21-i évadnyitónál. Még annyit, hogy van-e valamilyen terve, van-e valamilyen vágya, hogy legyen itt még valami, vagy ennyi, ami van, ez pont elég a Bóbitának? Megelégedni soha nem jó, tehát mindig szeretne valami újat kitalálni az ember. Én bízom egyrészt abban, hogy ezt a társulatot tudjuk továbbfejleszteni. Szeretnénk jövőre egy kis stúdiót beindítani, ahol utánpótlás neveléssel foglalkoznánk. Fölvesszük a kapcsolatot a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemmel, ahol indul bábos szak. Tehát szeretnénk a nemzetközi kapcsolatokat bővíteni, és újabb területeket meghódítani. Ezt kívánok, sok sikert, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Határon túli magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények mutatkoztak be a Pécsi Tudományegyetemen és ismerkedtek meg a karokkal. A PTE, az intézményi szolgáltatások fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen TÁMOP pályázaton keresztül is elősegíteni a határon túli magyar vagy magyar nyelvű képzést nyújtó felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatok szorosabbá tételét. A bemutatkozások során a felsőoktatási intézmények megismerik egymás oktatási profilját, az országok feltételeit és sajátosságait. A cél, hogy elmélyüljenek ezek a kapcsolatok, és egymást tudják segíteni a jövőben az intézmények. Olyan dolgokba, mint például tananyagok, vagy oktatók is adott esetben, hallgatói cserék, mindezeket be lehet indítani, és sokkal kevesebb nehézséget vagy adminisztratív akadályt fog jelenteni, ha ismerjük egymást, és tudjuk, hogy mi a szükség a különböző helyeken, és azokon hogyan tudnánk túljutni. 104 éves néni születésnapját ünnepelték a Cipernovszki Integrált Szociális Intézmény idősek átmeneti otthonában. Ürge Gyuláné 2 éve került az otthonba. Minden szerve épp, gyógyszert nem szed, csak vitaminokat. Itt a nénit, a város legidősebb polgárát, Csizi Péter alpolgármester köszöntötte. Ezeken a régi megsárgult fényképeken Ica néni fiatalabb és egészen fiatal korában látható. A most 104 éves hölgy 2 világháborút is megért. Férje volt, de gyerekei nem születtek. Most 2 rokona jár hozzá 2 hetente látogatóba az idősek átmeneti otthonába. 60 éves korában fára mászott és bejárta Európát. A MÁV-nál dolgozott. Szerette munkáját. Azt én nagyon megbecsültem azokat a munkákat. A szolnoki születésű asszony 1948 óta Pécsen él. 2 éve került a Cipernovszki Integrált Szociális Intézmény idősek átmeneti otthonába. Teljes ellátást igényel, fizikálisan is és mentálisan is. Igényli a napi szintű beszélgetést, foglalkozást, de azért sokat pihent. Teljes ellátásra szorul nyilván.
mindenféle területen. Nem csak az ország egyik legidősebb állampolgáráról van szó, hanem az egyik legidősebb pécsiről is. Csizé Péter emlékeztetett arra, hogy 2009 óta a 90, 95 és 100. születésnapjukat betöltő időseket köszöntik városi szinten. 2009 óta a 90., a 95. és a 100. születésnapját ünneplő pécsieket köszöntjük városi szinten, úgy, hogy a 100. év után pedig minden egyes évben jövünk, és a város nevében fölköszöntjük idős állampolgárainkat, annak érdekében, hogy megbecsüljük őket, és köszönetet mondjunk nekik azért a hosszú és igencsak nehéz évtizedekért, amivel építették, szépítették városunkat, és fölneveltek minket, a mostani aktív generációt. Ürge Gyuláné Ica néni szervezete a rendszeres orvosi vizsgálatok eredménye szerint teljesen épp, egészséges, gyógyszereket nem kell szednie, csak vitamintablettákat fogyaszt. Idén is lesz múzeumok éjszakája. Június 21-én szombaton az egyedülálló Leonardo tárlat tovább növeli a Janus Pannonius Múzeum népszerűségét a nagyszerű Csontvári, Vazarelli, Zsolnay kiállítások mellett. Az idei rendezvénybe bekapcsolódik az év kiállításaként számon tartott pécsi Leonardo, a reneszánsz zseni című kiállítás is. Az érdeklődők dr. Dorn Klára szemész főorvos vezetésével képet kapnak arról, hogy a zseni hogyan is viszonyult munkái során a látáshoz. A polihisztor anatómiai vizsgálataihoz pedig dr. Solt Jenő belgyógyász főorvos ad szakszerű útmutatást. Híradónk végén következzenek főbb témáink, még egyszer röviden. Megkezdték a bontási munkálatokat, épülhet a világszínvonalú kosárlabda centrum. Indul a diákmunka szezon, tavaly több mint 300 fiatal vett részt a programban. Ürge Gyulánét köszöntötte a város 104. születésnapján. Munka és utazás volt az élete. A Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!